abban a szerencsés helyzetben nőttem fel, hogy az én időmben még nem volt számítógép, nem volt laptop, nem volt okostelefon, hanem voltak könyvek. És a könyveket én nagyon szerettem. Általános iskolába és középiskolába, a lakótelepünkön, ahol felnőttem a Kirjándéven, a Dajka Gábor fiókönyvtárba nagyon sok időt töltöttem. Hosszú órákat. Ott találkoztam először egy magyar írónak a művével. Ugyan először nem volt szimpatikus a címe, mert az volt a cím, hogy Ferencvárosi Koktél, de azért még emlékszem egy-két részletre, például Lamira, a halhatatlan balhátvédre. Ez az író Moldova György volt. És az élet úgy hozta, hogy személyesen is megismerkedhettem Moldova Györggyel. Óriási élmény volt, és hatalmas megtiszteltetés. Akkor ismerkedtem meg vele, amikor ezt a könyvet Miskolcról írta, az volt a címe, és az a címe, hogy Érik a vihar. Ebbe a könyvbe engem pozitívan megemlít, ami az eddigi képviselői pályafutásomnak az egyik legnagyobb megtiszteltetése. Dedikálva is van számomra ez a könyv, de ha már a dedikálásnál tartunk, akkor van még egy nagyon kedves emlékem, itt pedig Sütő Andrástól a Szemed szóér című könyve, amely szintén számomra lett dedikálva, becsesen őrzöm ezt az emléket. A költők, akik számomra fontosak, Ady Endre és József Attila. Ady Endre például azért, mert a mai nap is érvényesek azok a megállapítása és azok a gondolatai, amik a versében olvashatóak.